Egy ilyen nagyon érdekes tudatállapot, ami az őrület és valahogy a józanság határán mozog. De nagyon-nagyon élvezem, mert tényleg, ahogy elkezdődik a hangerő, elkezd játszani a zenekar, akkor az rögtön megjön. Tehát akkor ott már elindul a varázslat. Legalábbis nekünk. Aztán általában sikerül a közönségre is ezt átvinni. Sziasztok, Gyárfás Dorka vagyok, nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, és remélem, hogy egy olyan vendéget mutathatunk ma be nektek, akit mindenki ismer, mindenki imádja, és minimum egy koncertjén élőben is látta. Úgyhogy köszöntsétek szeretettel Péter Fiborit! Sziasztok! Elfordulok kicsit tőle. Ja, nyugodtan. Annyira, de nem, egyébként nem is úgy kellett volna téged bemutatni csak, mint akit koncerten lehet látni, hanem akit színházban is. Ki az, aki látta színházban Borit? Szuper. Nem elég. Ez is valami. Hadd idézzem fel az első emlékemet veled, az első személyes találkozásunkat, mert lehet, hogy te nem emlékszel rá, sőt valószínű, és nekem az mégis egy ilyen meghatározó élmény volt jó pár évvel ezelőtt. Én akkor egy zenecsatornánál voltam VJ, és az Amor Földök akkor bontogatta a szárnyait, és nekem egy olyan műsorom volt, ami hát egy nagy kihívás elé állított, az volt a címe, hogy Megálló, és le kellett szólítani embereket az utcán, hogy küldjenek egymásnak számokat. Ez volt az, aminek az volt az elhíresült mondata, hogy mindenkinek, aki szereti. És ott álltunk szerencsétlenül a stábbal a Mamutban, és próbáltuk lasszóval fogni az embereket, hogy küldjenek számot, és elhaladtál mellettünk, és én annyira megörültem, hogy egy normális ember, meg egy olyan, aki... Hát azért, mert talán lehet, hogy színházból már ismertek. Tehát tudtam, hogy ki vagy, pedig az Amor Fördögök nyilván akkor is egy underground zenekar volt, nem kifejezetten ennek a csatornának a célközönségéhez szól, de gondoltam, hogy hát itt van egy leendő popstar, egy olyan, akit ismerek, és most akkor majd te fogsz küldeni klipet, milyen jó kis interjút fogunk csinálni. Hát is elhajtottál a fenébe. Komolyan mondom. Igen, nem álltál meg neki. Én hát megálltál, és mondtad, hogy nem. És akkor én ott álltam meg semmisülten, és gondoltam, hogy hát akkor te nem akarsz igazi popstar lenni, mert nem állsz le velem beszélni, és szerepel. Komolyan, de nem lehet, hogy valami siettem, vagy valami bajom? Persze, hogy lehet. Hát akármi lehetett. Aj, Istenem. Csináljuk ezt most vissza valahogy. Nem, csak azt akartam mondani. Lehet, hogy itt rontottam el. Nem rontottad el abszolút, sőt az az igazság, hogy nekem akkor nem szabadott semmiet a szívemre venni, és erre rá voltam állva, hogy aki nemet mondanak, szíve joga. Természetesen egy ilyen helyzetben megállni, beszélgetni, az nem igazán tud jól esni. Én azt gondolom magamról, hogy olyan nehezen mondok nemet, de ezek szerint... De szerencsére benned nem maradt meg ez a momentum. Nem. És ugye az Amor Fördögökből lett aztán a saját zenekarod, a Péter Fibori and the Love Band, ami most ünnepelte 12. születésnapját. Hát majd még csak jövő héten fogja, úgyhogy majd most is még fogok egy pár nézőt erre a bulira, az akváriumban, mert még nem késő. Azt nagyon sokszor elmondtad, hogy hogy kerültél bele az Amor Fördögökbe, hogy ez tulajdonképpen egy véletlen volt, ugye? De mégis ez lett az életed egyik meghatározó pillanata. Nagyon sok ilyen pillanat van, ami... Szóval mennyire érzed azt, hogy ezek a sorsfordulók tulajdonképpen véletlenül történnek az emberrel, és nem kell készülni rá, vagy nem kell erőlködni rajta, hanem csak úgy jön? Hát készülni kell. Tehát én, főleg az én szakmám az tényleg olyan, hogy... Tehát szokták is mondani, hogy mennyire kiszolgáltatott ez a színészi szakma, hogy azért alapvetően tényleg az van, hogy az embert megtalálják a feladatok, hát kivéve az, aki mondjuk nagyon az a típus, hogy így nagyon utána megy, vagy magának kitalálja, de folyamatosan én úgy szoktam mondani, hogy ilyen stand-by-ba kell lenni, tehát, hogy bármikor bármilyen feladat megtalál, akkor ne az legyen, hogy úristen, most nem tudom, meghíztam, vagy fáradt vagyok, vagy nem tudom micsoda, hanem hogy ilyen harcra kész állapotban kell lenni egész életében az embernek, hogy bármikor, amikor ott van a helyzet, akkor azt tudja csinálni. De az ilyen sorsfordítóknál inkább úgy szoktak lenni, hogy nagyon sok társulatnak a halálát megéltem már például, ami mindig egy ilyen borzasztó tragédia volt, ugye régen még a Szkéni Színházban, ahol kezdtem, aztán az ugye a Pintér Bélától végül is én jöttem el, ugye ő is ilyen hihetetlen, fantasztikus karriert futott be, és hát a legérdekesebb alkotó azóta is, és akkor ugye voltam a Krétakörben, annak is egy ilyen nagy drámai vége lett, pedig hát egy világsikerű társulat voltunk, biztos sokan egyáltalán nem is tudjátok,
de őrületes karriert futottunk be a világba, meg hát olyan értéket teremtettünk, ami azt gondolom, hogy a mai napig tényleg az embernek leesik az álla, ha megnéz egy régi krétakör előadást. Tehát ez színházilag tényleg egy aranykor volt, és mindig, amikor ezeknek a társulatoknak vége lett, nagy dráma, akkor tényleg mindig az volt, hogy úristen, most mi lesz? Tehát ez a... És mindig, mindig jól lendült tovább az életem. Tehát, hogy ilyen értelemben valóban van a sorsfordulatokban izgalmas és jó. És most már tudsz arra gondolni, amikor valami rossz történik, vagy valami véget ér, hogy nem szabad kétségbe esni? Ilyenféle tudást ettől még nem szereztem, hogy jaj, de jó, hogy most ilyen rossz, mert majd most lesz jó. Nem, tehát én azért mindig ugyanúgy kétségbe esek, halálra rémülök, és aztán meg már utólag fogom föl, hogy mennyire jó, hogy így történt. Ez azért magánéletben is általában így van, nem? Hogy utólag azért már nem is értjük, hogy miért sírtunk annyit valakiért. Hát igen, egyébként ha ide a véletlen találkozásokhoz akartam a férjedet is sorolni, aki szintén ugye úgy tudom, hogy nézője volt egy előadásodnak, tehát ugye ez is egy ilyen véletlen találkozás volt. Igen, az egy nagyon érdekes előadás volt, a Mundruczó Kornél rendezte, és a Térei Jánosnak, aki hát borzasztó tragédiája ez a magyar kulturális életnek, meg egyáltalán mi az egész világnak, hogy János meghalt pár hónappal ezelőtt nagyon fiatalon, de azt is szoktam mondani, hogy ez a világ, ez kivetette magából. Olyan fantasztikus, tudású és érzékeny ember volt, hogy sokan elvéreznek ebben a mostani helyzetben, amibe kerültünk. És az ő a Nibelung lakópark című verses drámája, ami hát valami eszméletlen, hát egy modernizált Nibelung sztori. És ezt a Mundruczó Kornél, aki ugye nem különben egy extrém és zseniális rendező, ezt a Budavári Szikla Kórházban csinálta meg velünk, ami most már valami panoptikumként működik, nem tudom, hogy voltatok-e ott, de akkor ez egy teljesen lezárt, ez egy ilyen atombiztos óvóhelyszerűség volt, ami így úgy maradt, borzalmas penészgomba, ilyen egészen ijesztő, régi, ilyen szülőágyaktól kezdve, ilyen horror orvosi eszközök voltak a termekbe, volt egy nagy korterem, egész mélyen ilyen takarókkal, tehát egy olyan helyszín, hogyha egy ilyen Lego pince, de ilyen nagyba. És állítólag ez aztán bevezet egész a mindenhol ott a várba. És akkor itt játszottuk ezt az előadást, ami hát már eleve egy kihívás volt, rohadt hideg volt, borzalmas penész, elképesztő körülmények, ott próbáltunk ugye hetekig a föld alatt, és a nézőket is ide hoztuk be, és ez egy vándorlós előadás volt, és amikor már 4 óra után a nézők jól kifáradtak, akkor le lehetett a nagy terembe feküdni ezekre a penészes ágyakra. Borzasztó jó volt, de nagyon szerették a nézők, kivéve aki pánikrohamos, azok kimenekültek egy idő után, tehát hogy mentünk be. És valóban így ismerkedtem meg a férjemmel, aki végül is azóta is a férjem, bár sok mindenen keresztül mentünk, hogy ő így bejött, mint egy néző. És akkor én pont a Gyabronka, Gyabinak az ölébe ültem, az volt a kezdő jelenet, és mondtam neki, ez lesz a férjem. Ezt nem mondod. Szóval hiszel az első látásra szerelem? Nem tudom, ez ilyen volt, de nem tudom, vagy lehet, hogy megerőszakoltuk a sorsot, és nem is így kellett volna legyen. De ez egyébként tényleg extrém, nem? Hogy egy színész kinézi a leendőbeliét a színpadról. De ezért jó ilyen modern színházba játszani, ahol nem az van, hogy a sötét nézőt, lehet, hogy ott ült már sokszor, és nem vettem észre. És ez volt az, hogy az a helyzet, hogy ilyen közel volt, és akkor... Na, de akkor most ezt már meséld végig, egyáltalán nem akartam a magánéleteddel kezdeni, de utána mi történik? Vége van az előadásnak, és te így utána, várj, ne menj el! Nem, hát kezdve, hogy azért ő is érezte, és mégis a nagy terembe a mellettem egy levő ágyra feküdt, tehát azért volt neki is... És aztán becsúsztatta a telefonszámát a zsebedbe? Nem, ilyen azóta történt koncerten, már volt az, hogy a sortomban névjegykártyát találtam. A stage dive alatt éreztem, hát mondtam, hogy sok mindent érzek, de ezt azért nagyon lehetett érezni, hogy valami olyan furcsán így szúrt, és tehát, hogy vannak sztorik. Nem, hanem az volt, hogy megvárt, tehát azért ez még jó régen volt, tehát itt még azért volt ilyen, hogy a fiúk meg a lányok így élőben kommunikáltak. És akkor lementünk valami akkori jó szórakozó helyre, a Buli negyedbe, ment ellátóba, vagy már nem tudom hova. Biciklivel, mert azzal voltunk mindketten. Nagyon szép, romantikus, de most tényleg nem akartam rögtön a magánéletedben turkálni. Én se gondoltam, hogy ezt elmesélem, de végül is így. Viszont ebből is látszik, hogy te egy ilyen indie királynő voltál, hogyha szabad így fogalmazni, lehet, hogy ez nem annyira hízelgő, vagy igazából az, de hogy
hogy ennek a budapesti underground világnak voltál egy meghatározó arc, és ebből lettél végül is egy mainstream sztár, a Péter Fibori and the Love Band. Így gondolod, hogy igen. Nem? Mármint, hogy én örülnék neki. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy te volt valaha ez célod, és hogy nehéz-e anélkül levetni ezt a független művészi szcénát, hogy megtagadnád. Tehát, hogy ebből kinőni és átalakulni, egy szélesebb körhöz szólni, és egy egészen másfajta státuszt elfoglalni így a mai közéletben, az neked milyen volt? Milyen volt ez az átmenet? Én igazából nem érzem azt, hogy ez így sikerült volna, tehát én azt gondolom, hogy én most is borzasztóan underground vagyok, és minden dolog, amit csinálok, legyen az színházi vagy zenei dolog, az azért abszolút nem a, tehát bulvár semmiképp, de hogy semmiképp nem az az irány, ami most nagy tömegeket mozgat. Hát azért, amikor szerintem valaki egy nőklapja címlapra kerül, az azért egy határvonal, mert a nőklapja nem tesz a címlapjára olyat, akit a 200 ezer olvasója, vagy 200 ezer vásárlója, mert annál még több olvasója van, hogy az nem ismer. Érted? Hát ez szerintem egy nagyon nagy dolog, és ezért ez részben annak is köszönhető, hogy valóban az első lemezzel úgy be tudtunk kerülni az éterbe, hogy akkor volt egy ilyen véletlenszerű csoda, hogy lett egy olyan rádió, ami játszott magyar undergroundot, mert ez se előtte nem volt, se utána nem volt. Ez akkor volt 3-4 évig, soha többet. Tehát ez volt a Petőfi. Ez egy ilyen természet fölötti valami, nem tudom, hogy történhetett meg, de nekünk valóban olyan szerencsénk volt, hogy akkor így be tudtunk kerülni úgy a köztudatba. Ez azért fájdalmas, mert elképesztő jó zenekarok vannak most is, akiket soha nem ismer meg, kivéve az, aki keresi, kutatja. Tehát... De ma már azért a rádiókat se hallgatják. Ti hallgattok rádiót? Ja, igen, akkor tévedtem. De szerintem azért van, lenne. Hát de ma a YouTube korában tényleg... Igen, de szerintem lenne. Jó rádióra szerintem azért mindig van igény, vagy lenne. Úgy tűnik, igen. De hiába. Szóval te ennek tulajdonítod. Nekünk már nem jut jó rádió. Ennek tulajdonítod azt, hogy te így... Nem ennek tulajdonítom, én csak azt mondom, hogy ez azért biztos, hogy egy jó dolog volt, hogy meg egy bizonyíték arra, hogy érdekesebb, furcsább, nem egészen mainstream, nem nagy, egészen trendi zenéknek is igenis van nagyon nagy közönsége, és lenne, és igenis vidéken is, és mindenhol meg tudná mozgatni az embereket, hogyha eljut hozzájuk. És akkor, amikor elkezdtek megismerni, meg elkezdtél nagyobb koncerteket adni, már nem csak klubokban, meg... Csak úgy nyom ezen, azért ilyen kicsit hülyén ülök. Nem a szék, hanem a mikrofon. Szóval, hogy ezt hogy kezelted akkor például, amikor elkezdtek felismerni az utcán, vagy elkezdtek rajongóid lenni? Hát nyilván élveztem, hát most nem fogok itt átszerénykedni, ez egy nagyon jó dolog. Voltak persze furcsa történetek. Hát ami így a legemlékezetesebb az, mert az Amor Fördögökkel azért, az tényleg az a durva underground volt. Tehát annak volt egy kult közönsége, ilyen nagyon rajongók, de hát ez egy tényleg, mint egy ilyen kicsi ékszerdoboz ebbe a trash világba, az olyan nagyon, nagyon jó dolog volt. De hát nagyon kevés embereknek koncerteztünk idézőjelbe. Azért a Szigeten akkor még volt Sziget, nem tudom, a magyaroknak, a magyar zenekaroknak, ott azért volt sok ezres közönségünk. És akkor, amikor elkezdtük az én zenekaromat, akkor hát ugye megszoktuk ezt azért, hogy ilyen pár száz ember, és azt hiszem a harmadik koncertünk volt, nem tudom hol, valahol külváros, nem tudom pontosan hol, és néztem előző zenekarnak ilyen páran, 20-30-an, és akkor mondom, ki jön ide, ki meg, mi a szar, és elkezdődött a koncert, és valami ilyen ezre, de tényleg borzalmas sokan jöttek, és az olyan flash volt, tényleg az borzasztó nagy élmény volt, tehát és aztán ez azért kitartott jó sokáig, hál' Istennek. De úgy érzed, hogy utána föl kellett ehhez nőni? Tehát, hogy profibbá kellett válni, vagy látványosabb showt kellett onnantól csinálni? Persze, folyamatosan fel kell nőni a feladathoz, tehát mindig, tehát ez a munka, ez olyan, hogy mindig meg kell magad újítani, mindig kitalálni, nagyon jónak kell lenni, mi embertelen energiát fordítunk egyébként az élő koncertben, hogy az nagyon jó legyen, tehát felveszük az összes koncertet, visszahallgatjuk, kielemezzük, elképesztő megfejtés folyik az, hogy szólj a hangszerelés, olyan borzasztó drága cuccokat próbálunk összekaparni rá a pénzt, hogy saját pultunk legyen, mert azért mi nem az a szint vagyunk, ahol ezeket így be lehet szerezni, tehát nincs nagyon ebbe pénz, mielőtt valaki azt gondolná, és ezeket így össze kell kaparni magadnak, és tényleg egy olyan csapatom van, most már
tizenvalahány év, akikkel együtt dolgozom, a hangtechnikusom, a világosítóm, a ródok, mindenki, hogy hát tényleg imádjuk egymást, gyakorlatilag együtt élünk, én így ezzel a 10 fiúval, akikkel így állandóan megyek, járom az országot, és nagyon-nagyon-nagyon nagy munka, és nagyon sok energia van benne. Pont ezt akartam kérdezni, hogy is van személyes csapatod, is van mondjuk énektanárod, vagy jártál-e valaha énekelni? Van-e stylistod a koncertekhez, mert ugye a megjelenésed is általában egy show elem. Hát ezt úgy összekapcsolom. Ez nagyon furi. Nem, segít ilyen, a mozgásban. Nem, ilyenek nincsenek, ezt én hozom belülről. Nem, ilyesmi semmi nincs. Nyilván jártam énektanárhoz. Meg hát van nagyon sok ruhatervező, meg stylist, barátnőm, ismerősöm, és akkor ez mindig egy feladat, de ezeket a mostani világítós cuccaimat például a Ródom csinálja, meg a világítós állványom, meg minden. Igen. De akkor teljesen te felelsz az imidzsedért, senki nem ad tanácsokat? Senki, de valaki úgy érzi, hogy rám férne, és van ehhez kedve, akkor szóljon. De nem lehet, hogy ez a normális, vagy nem tudom. Nem ez a normális, csak szerintem én na, olyan bonyolult az, hogy nekem mi kell a színpadon, mert én nem az a fajta énekesnő vagyok, hogy így kiállok a mikrofon elé, és akkor azért, hanem borzasztó, miket művelek. És ezt nem lehet akármilyen ruhába. Tehát mondjuk kérek egy drága ruhát egy tervezőtől, mert ez se így van nálunk, hogy azt mondja, hogy tessék, ez a tied, és akkor még akár mondjuk még fizetek is érte, hogy felveszed, hanem tessék, ez a tied 100 000. És akkor, vagy ha elszakítod, akkor fú. Tehát, hogy azért ez nem olyan egyszerű. És akkor mondjuk beugrok a közönségbe, letépik rólam, akkor mit csinálok? Meséltél erről, meg minden, de azért nem vagy az ászlóvívője ennek az ügynek, hogy én egy kicsit úgy érzem, hogy nem akarsz nagyon belekeveredni ilyen dolgokba, vagy félsz attól esetleg, hogy túlságosan a saját életedet kell hozzá beleadni. Ja, hogy így az élére álljak, mondjuk a bántalmazott nők, vagy ilyesmi. Én szerintem egyszerűen belőlem hiányzik ez a véna, hogy én ilyen mozgalmatnak az élére álljak. Tehát ami szimpatikus nekem, meg amik fontosak, azok mellett kiállok, vagy hogyha van valami olyan kezdeményezés, amiben szívesen részt veszek, akkor annak nagyon örülök, de én nem vagyok egy ilyen aktivista típus. Tehát én az művész vagyok, én szeretem a saját dolgaimat csinálni. Tehát szerintem az aktivista lélek az egy másfajta ember, mint én. De még az is lehet, hogy eljön, hogy kitör rajtam. Vagy a művészetedben kezdesz el olyan, ugye írsz szövegeket. Tehát ott például nem szokott ez felmerülni benned, hogy most nem ilyen magánéleti témákról írsz, hanem most valami társadalmi ügybe beleállsz? Hát annyira nem, szerintem a popzene, tehát csak olyan nagyon finoman lehet elrejteni ezeket. Én nem látod, hogy most már Madonna is nagyon keményen beleáll. Tehát azért ez nem feltétlenül. Igen, de azért attól függetlenül az teljes popzene, amit csinál most attól még, hogy előtte elmondja, hogy a nem tudom mi. Nem, már a dalban is, tehát van olyan dal, ami már nagyon keményen amerikai politika. Ja, hát igen. Nem, ez csak akkor tehát te azt gondolod, hogy nem. Lehet, nem neked nem. Való. Erről a tizen... Bár volt a Lángoló Parlament című számom, ha már itt tartom. De azért is kérdezem, mert ugye az underground művészetnek azért ez is az egyik célja, hogy ne csak azokat a témákat dolgozza fel, amiket a mainstream, hanem behoz új témákat is, meg a műfaj határait. Hát szerintem már nálam az, hogy a nőiséget, vagy egyetlen ezt a dolgot megfogom már, az önmagában nem az, mint a mainstream, mert minimum egy valami vér folyik minden számba, vagy te valami furcsaság azért mindig történik. És egyébként neked milyen így nőként, most mondtad, hogy egyedül vagy saj, amikor turnéztok ennyi pasi között, meg az éjszakai életben nőként, most már egyébként nyilván megedződtél, meg van egy csomó tapasztalatod, de nem érezted néha úgy, hogy jobb lenne, ha kiegyenlítettebbek lennének a nemi arányok? Ebből a szempontból nem. Nem. Én egyébként szeretek nagyon nőkkel dolgozni, és színházban is vannak olyan kolléganőim, hogy túl sok nő van egy darabban, akkor rosszul vannak, én szeretek nőkkel dolgozni. De ez így alakult ki egyébként, tehát hogy így nem, ez most már így nagyon jó. Nem, fura is lenne, jönne még egy nő velünk. Egyébként tök érdekes, most tegnap beszélgettem egy forgatókönyvíró, valaki ír egy olyan filmet, amiben egy női szólógitáros van,
és egy fiú frontember, és azt mondta, hogy készített hozzá nyilván egy kis előtanulmányt, és hogy Magyarországon nincs ilyen. Nincs olyan zenekar, ahol a frontember fiú és a lány szólógitáros legfeljebb olyan van, hogy teljes lánybanda, vagy a lány a frontember, ahogy nálatok is. Hát, vagy van női dobós, meg van, tehát azért vannak jó csajok. De egyébként szerinted vannak a zenekarban olyan posztok, amik egyszerűen nem nőiesek? Szerintem nincsenek. Például a basszusgitárnál szexibb egy csajnál, szerintem iszonyú menő. És te tudsz hangszeren játszani? Hát én nagyon sok évig zongoráztam, de így most így a zenekarban nem használom ezt ki. És a hang, engem az énektanár érdekel, hogy mit tud tanítani egy énektanár egy olyan csajnak, mint te, aki tényleg elereszti a kontrollt egy koncerten? Hát mivel ez egy nagyon jó énektanár, nem, tehát ő tudja, hogy engem nem valami felé kellene vinni, vagy nem tudom, hanem igazából hangtechnikát, hogy az ember jó helyen, vagy még jobb helyen tudja képezni a hangját, meg egyáltalán gyakorolunk, vannak nagyon jó ötletei, tanácsai, hogy lenne, nem akar megváltoztatni, vagy ilyesmi, hanem saját magadat segít fejleszteni, hogy otthon hogy gyakorolj, vagy mire figyelj. És mennyire spontán egy koncerten, amit csinálsz? Vagy mennyire tervezed meg, vagy próbálod le esetleg előtte? Egyáltalán nem jó. Ezt most elképzeltem otthon a tükör előtt. Ne, egyáltalán nem, teljesen spontán. Tehát a koncertezés az én azért is imádom, és a színház kontra koncertezésben azért tényleg színészet után olyan elképesztő felszabadító, hogy az, hogy bármit meg lehet csinálni, például azt annyira élvezem, hogy nem az van, hogy van egy határ a közönség között, hanem hogy bármit megcsinálhatok, érted? Oda megyek, megszólítom, mindent meg lehet csinálni. Megcsókolom, levetköztetem, megeszem, bármit meg lehet csinálni. Egyébként tényleg még ehhez viccelhozósan nem tudok ettől a gender témától elszakadni, hogy ugye nagyon sok énekes csinálja az, hogy felhoz egy csajt, és már olyan... Mindig téged. Te lettél itt. Rajta mutatok be mindent. Itt egy helyes fiú az első sorban, és te ezt csinálod? Hogy mit szólnál, hogy ezt megtehetné-e egy énekesnő? Ő is felhozza az első sorból a leghelyesebb srácot, és lesmárolja. Hogy vajon mit mondtál? Hogy ezt csinálják énekesek, férfiak, tudod, felhozzák a csajt. Én felhozom, nekem van egy olyan számom, ahol mindig feljön egy fiú, vagy kettő, de volt már olyan, hogy három is, és akkor általában levetköztetem, hát csak félmeztelenre, aki vállalja, de nagyon olyan helyes, olyan édesek vállalják be néha, ilyen pocakos, imádom. És akkor igen, és akkor táncolni kell, nagyon vicces, teljesen spontán, és hát őrületes jelenetek szoktak ott kialakulni. Okay, szóval ezt meg lehet csinálni nőként is. Ja, én nem értek itt különbséget, hogy nőként vagy férfiként mit ne lehetne megcsinálni, de mindent meg lehet csinálni. Hát amíg nem érzed azt, hogy egyszer csak mindenki elment, és ott maradtál egyedül, akkor ez nyilván azt jelenteni, hogy most valami olyat csináltam, amit nem kellett volna. Pont, hogy nem. Én pont azt gondolom, hogy amikor egy popstár vagy egy sztár van a színpadon, akkor nincs kontroll, mert azt csinál, amit akar, mert tényleg ezekkel a rajongókkal majdnem azt csinálsz, amit akarsz. Igen, de azért van, tehát egy nagyon érdekes tudatállapot ez, tehát egyrészt kell hozzá a teljes extázis, de közben pedig abszolút ki kell belőle látni, mert most nyilván nem akarsz leesni a színpadról, meg azért a dalokat elő kell adni, tehát hogy egy ilyen nagyon érdekes tudatállapot, ami így az őrület és valahogy a józanság határán mozog, de nagyon-nagyon élvezem, mert tényleg ahogy elkezdődik a hangerő, elkezd játszani a zenekar, akkor az rögtön megjön, tehát akkor ott már elindul a varázslat, legalábbis nekünk. Aztán általában sikerül a közönségre is ezt átvinni, néha nem. Azt mondják a színészek is, hogy a teljes átélés is valami ilyesmi, hogy igazából egyszerre vagy kint és bent, nem az a teljes átélés, hogy megfeledkezel arról, hogy egy színpadon állsz. Nem tudod a szöveget, annyira átéltem, se tudom mi van. Azt is mondják, például a Törőcsik Mari mondta, hogy azért ez csak egy párszor adatik meg egy pálya során, hogy ezt az átélést, ezt valahogy ön megéld. Neked volt, vagy mennyi volt? Vagy voltak-e ilyen szent pillanataid? Hát a színészet az valóban kényes ebből a szempontból, tehát
ott tényleg nagyon ritkán van olyan, de mondjuk attól is függ, hogy ki mennyire maximalista. Én például eléggé maximalista vagyok, tehát én nagyon ritkán jutalmazom magam meg azzal egy előadás után, hogy na most ez, mert mindig találok azért egy mondatot, ezt most múltkor jobban mondtam, tehát akár egy szót, tehát az ember a végletekig tudja magát gyötörni, hogy mi nem állt össze, meg hát a színház az ugye ott közösségi, másképp, mint a zenekar, tehát ott, hogyha a partnered nem úgy csinál valamit, ahogy, vagy, tehát ott az nagyon sok a buktató. De a koncertezésnél nálam szinte mindig megy, tehát ott nincs ez. Nagyon ritkán érzem azt, hogy ma nem voltam ott, vagy nem tudtam annyira. De bennem van egy ilyen őrület, hogy én tényleg mindig úgy megyek fel a színpadra, meg általában sok mindent, tehát próbálom úgy élni az életemet, hogy mindig kimaxolni, mert egyrészt nem tudtad, hogy melyik napod az utolsó, meg egyáltalán, tehát hogy csak úgy van értelme, tehát én nem megőrülök attól, amikor azt érzem, hogy így elherdálódik az idő, hogy nem tudom egészen át élni a bármit, tehát a reggeli kávétól a nem tudom míg. Tehát én így próbálok annyira jelen lenni mindenben, amennyire csak lehet, és ilyen kicsit néha szerintem ez ijesztő a körülöttem levő embereknek, de egyszerűen megőrít, hogy egyébként így kipereg az élet a kezünkből. Egy kicsit még térjünk vissza a színházhoz, hogy te most hogy állsz a színészettel, mert ugye amikor ez a zenekar nagyon befutott, akkor mondtad is, hogy talán még közelebb is áll hozzád, mint a színház, és most ez jobban esik, és hogy csak egy-egy szerepet válasz már. Most hogy vagy ezzel? Hát egy-egy szerepet vállalok, keveset, csak közben történt egy furcsa fordulat, amire én nem számítottam, mert én a tervem az volt, mert azért nyilván persze jönnek, meg történnek a dolgok ebben a szakmában, de tervezni kell, és azért én is mindig tervezek, vagy próbálok tervezni, aztán általában ezt keresztül húzza a sors. De az volt a tervem, hogy már amikor kicsit nagyobb a gyerekem, akkor több színházat kezdek el vállalni a koncertezés mellett, hogy amikor már nem igényli azt, hogy nagyon sokat legyen, mert nekem az is, abban is maximalista vagyok, hogy a gyerekkel is akarok lenni, meg a színpadon is akarok, meg mindenhol akarok lenni. Tehát ez a teljes ezer felé szakadás. És csak közben történt ez a furcsa változás a színházi életben, hogy gyakorlatilag kihirigelődtek megszűnt a támogatás. A színházak, igen. És úgyhogy most egy kicsit ilyen légüres térben vagyok, de hát majd most meglátjuk, mert azért most történtek csodák, tehát az is lehet, hogy tehát lesz pozitív változás. Tehát pont azok az előadások, amiben játszottál, azok... Hát az Átrium Színházban terveztem én valamennyire például a jövőmet, és ugye az a színház lett a legjobb, egyik legjobban kiszolgáltatva ennek a helyzetnek. Meg hát úgy egyáltalán, tehát az a közeg, ahol én mozognék színészként, az fillérekből tengődik. Tehát nagyon nem egyszerű a helyzet, de hát majd hátha. Meg azt tudom, hogy szeretnek az emberek színházba járni, meg rohadt jó magyar színház. Sokan járnak Magyarországon, igen. Úgyhogy menjetek, és főleg ezekre a Pintér Béla, meg az Átrium, meg ezek, ahol kell is, hogy sok néző legyen. Egyébként akkor neked ez fontos, hogy ez megmaradjon az életedben, hogy ne kopjon. Nagyon megáll, meg ezért azt tervezem, igen. Hát azért színésznek szerintem, ha bírom, akkor még 80 évesen is csak jut valami szerep. Szerinted tovább tart a színészet, mint az éneklés? Hát ez biztos, hogy tovább tart, igen. Bár most voltam az Iggy Pop koncerten a Budapest Parkban, ami hát nekem nagyon nagy élmény volt, és tényleg 73 éves, de olyan buli volt, olyan pogózás, tehát őrület volt. És akkor ezt olyan jó volt látni, hogy már leszorom, hogy én nő vagyok, és azokat lefikázzák, már öregszenek, de ez mennyire menő, hogy ezt megcsinálja ennyi idősen. Ez egyébként csodálatos. Most én nem tudtam, hogy ezt szóba hozzuk-e, vagy nem, de te is egy genetikai csoda vagy, szóval szerintem senki nem hinné el, hogy hányadik születésnapodat ünnepelted most, és én is csak onnan tudom, hogy ezt megírták, szóval, hogy elmondod, vagy hogy ez, hogy állsz? Elmondom. Inkább az, hogy hogy állsz hozzá? Elmondom, ne hozzatok egy viszkit. Nem csak viccel, tényleg nem titkolom, mert ez a kor terror, ami van, ez tényleg nevetséges. Én most lettem 50 éves. Úgyhogy... Ez hihetetlen, de komolyan. Itt ülök most egy méterre tőled, és innen is hihetetlen. Nem, ez szét vagyok botoxon. És még az se, tényleg. Mert az sajnos nem lehet eltitkolni, szerintem az a baj a botoxon, hogy az leri. Szóval hogy állsz a korhoz? Te most úgy gondolod, hogy akkor ezt kell képviselni? Nem tudok erről tovább beszélni, hát ez nem hozott senki. De biztos, nem látok, nincs alkohol. Mi ez egy rendes? Nem olyan, mint a rock and roll, ez egy rendes munkanap. Ez egy munkanap, így van, ez egy munkanap, ez az ebédszünet. De nem lehet, hogy eleve annyira csodálatos, hogy
de azért ettetek is, nem? Mert ez, hogy ebédszünet helyett engem hallgatnak, ez lenyűgöző. Tőlünk ehetnétek itt közben, nem? Csak mi nem. Szóval egyáltalán foglalkozol ezzel a kérdéssel, vagy leszarod? Hát le is szarom, mert én egyszerűen imádok élni, élvezem, és én egyre jobban érzem magam a bőrömbe, azt is nagyon élvezem, hogy egyre bölcsebb vagyok, és nagyon átlátok a dolgokon, és ez egy nagyon jó érzés. Tehát azért nyilván ez most nem van. Fogok kamuzni, tehát mindenki parázik ettől, hogy meg fogunk öregedni, de most két választásunk van, vagy meghalunk, vagy megöregszünk, tehát hogy akkor válasszuk azt, hogy meg fogunk öregedni. Van menőn. Már bocsánat. Reméljük, hogy igen, nem, én annyira reméltem, hogy azt mondod, hogy mindig egyre jobb. Nekem az adna reményt. Most még igen, majd csináljunk pár év múlva egy beszélgetést. De hogy nem gondolod azt, hogy jobb volt 20 éves korodban, jaj, vagy 30 éves korodban? Nem, egyáltalán nem. Tehát annál sokkal jobb. És miért? Miért itt most főleg 20-30 évesek külnek adjunk reményt nekik, hogy miért jobb? Miért lesz jobb később? Hát mert az is egy iszonyú élmény, hogy mennyi mindent bír a test, és hogy mennyire az ember már megtanulja magát, ismeri magát, sokkal jobban tudod magadat használni, sokkal tudatosabb vagy egy csomó dolgot. Fiatalon az ember állandóan azzal van felfoglalva, hogy ez is szarul néz ki rajtam, az is szarul, ez is elhagyott, az is mit fogok csinálni, mi lesz a jövő? Nem? Tehát azért ez megy, ez a folyamatos hogy senki nem elégedett magával. És ez olyan jó, amikor ezt már úgy elengeded, hogy tényleg az van, hogy lássuk már a jó dolgokat, éljünk, és annyi erő van az emberben, hogy az valami elképesztő, csak ki kell aknázni. És egyébként teszel valamit azért, hogy konzerváld magad, meg a magadban ezt az életerőt? Bozsasán, én bántottam. Én tekercselem magam, így az. De nem mondd, hogy nem látod, hogy hány nő. A rákedról lesz fiataloktól. De tényleg az van, azért a közéletben sok olyan nőt látunk, akin látszik az erőlködés, vagy az erőfeszítés minden esetre. Tessék, okay, most ez a fiú kiment. Ja, mert unalmas, ez egy női téma. Nem akarja ezt hallgatni. Hogy mit csinál? Ja, hogy mit teszek magamért? Én hát nem tudom, vannak ilyen hülyeség, mert ezek szépek. Például van egy ilyen kínai mondás, hogy egyél fele annyit, szeress kétszer annyit, és légy hálás. Ez például én szeretem, most ilyen kicsit ilyen béna, ilyen női magad, vagy ilyen köszönösen hangzik, de olyan egyszerű igazság van, szerintem tök keveset kell enni, tényleg nagyon sokat kell szeretni, most összenéztetek sokan, de tényleg a kaja az a halál, tehát az... Tényleg? Persze. Tehát te nem eszel? Nagyon keveset eszem. Most mondjuk ettem két ilyen, olyan éhesen jöttem, hogy ettem két ilyen, mi volt, ilyen kis tekercs valami ízért. De ilyen tudatosan? Tehát te tudatosan nem eszel? Hát, sokat? De ez már úgy át is alakult. Tehát megérzed azt, hogy mennyivel több energiád van, hogyha csak kicsi valami jó dolgot eszel, és nem zabálsz. Uh-huh. Most Marsalolta mondta, hogy minél idősebb vagy, annál kisebb tányért kell elővenni. Hát elővezem a baba tányérom. De tényleg, hogy nem ennek. Most ebben a korban még csak a kis tányér, de aztán eljön az, amikor az a tányér alátét, vagy az a csésze alátét, az elég lesz. Igen. De hogy tényleg nem jó. Tudom. De most erre visszatérve, tehát tényleg a szeretet az nagyon, nem tudom, hogy most ezt nem így mondom, hanem úgy, hogy tényleg, hogy így szeressük már egymást, basszus, akit lehet. És... Nagyon félsz a nagyszavaktól? De hát félek a nagyszavaktól, mert most ez a nagyszavak korszaka van, nem? Hogy bármi kinyitod az internetet, és akkor mindig ezek az ilyen bölcsességek vannak leírva, tudod, hogy mintha az így megoldaná az életedet, hogy mit tegyél ahhoz, hogy, és akkor le van írva három mondat, vagy négy ilyen fellengzős, hogy akkor te majd akkor nagyon sikeres leszel, vagy nagyon szép leszel, vagy fiatal maradsz, vagy nem tudom mi. Borzasztó idegesítőek ezek, és kb. Ugyanez van leírva, nem tudom hány 50 éve mindig, csak kicsit így átvariálják. Igen, én félek a nagy szavaktól, meg én nem is gondolom, tehát az élet borzalmas, nehéz, kegyetlen, nehéz embernek maradni, mert annyi szar történik, de igyekezni kell. Hát ez van, más lehetőségünk nincs. És akkor mit csinálsz te például a negatív érzéseiddel?
főleg ezekben a szakmákban. Hát szétszenvedem magam, szétparázom magam. Hát nehéz, nehéz, küzdök ellen, és akkor mindig de akkor milyen, valahogy kihúzom magam. Mit viselsz nehezen például? Ezen? Hát bármi, tehát ugyan nálunk az az, hogy mindig színpadon kell lenni, mert mindig borzasztó szorongások törnek néha az emberek, és van néha olyan koncert, azt hiszem, nem fog kijönni hang a torkomon. Ott van sok ezer ember. Tehát ezek ilyen szörnyű, vannak ezek a szakmai parák, akkor nyilván vannak az emberi parák, amik mindenkinek vannak, hogy reggel ilyen leizzadva ébredsz, hogy majd mi történik a családoddal, vagy a gyerekeddel, vagy nem tudom. De az a jó benne, hogy ebben is mind egyformák vagyunk. Tehát, hogyha beszélgetünk, akkor kiderül, hogy mindenki ebbe van, nem kell ezt szégyelni, nincs ezzel baj. Beszéljünk róla, röhögünk egy jót, és akkor már mindjárt jobb napunk lesz, mint egész nap így ülök, hogy úristen. Meg hát érted, most jön az Erdogán, éppen azért nem ért ide senki. Ez is épp elég borzalmas, nyomasztó, nem? Meg van, aki már tényleg, ez már egy betegség, hogy mi a klímaválságtól való félelem. Ebbe is konkrétan most már emberek belepusztulnak ebbe a szorongásba, meg a gyerekeken nagyon lehet érezni. És olyan, mintha nőne föl egy másik generáció. Tehát én ezt most már egyre komolyabban veszem például amit meg tudunk tenni, hát kicsibe, hogy ezt a szelektív dolgot, meg mindent, ezek a kicsik elépések borzasztó fontosak. De már azt látom, hogy a gyerekeink borzasztó tudatosak ebben. Tehát az én kisfiam tényleg meglát valakit, aki szemettel, és látom, hogy tényleg az a vélemény, hogy ez a világon a legnagyobb paraszt. Na, viszont azt akartam kérdezni az előbb, hogy mondtad, hogy meg kell beszélni kell ezekről a negatív érzésekről, és akkor már is oldódnak, hogy még sose hallottalak arról beszélni, ki a te legjobb barátod. Van-e? A legjobb barátom? Van nagyon sok jó barát, nem olyan nagyon sok, de van 3-4 nagyon jó barátnőm. Gyerekkori is? Mert egyszer most megnéztem a Facebook oldaladat, és ott van egy gyerekkori barátság. Van egy gyerekkori barátom, csak elmentünk, a 10 évesek voltunk, elment Los Angelesbe, és azóta is ott él, úgyhogy ez egy ilyen virtuális barátság, de nagyon jó, igen. Tehát ilyen nagyon fontos. És akkor a többi, ez a pár, aki igazán fontos, ők szakmabeliek, vagy csajok? Van olyan, aki szakmabeli is, van, aki nem, de nagyon-nagyon sok jó barátom van. De nagyon, akkor nagyon te egy jó barát vagy? Én nagyon jó barát vagyok, hülyeskedsz. Szóval te vagy, akire lehet számítani, lehet hívni, és mész, hát, és... nem biztos, hogy megyek, mert most pont koncerten van, nem tudok menni. De lehet rám számítani, igen, abszolút. És ez nagyon fontos, csak azért is kérdezem, mert ugye a családodról sokat hallunk, mert egy ismert családba születtél, ahol nagyon sokan futottak be nagyon szép nagy pályát, és ismerjük a nevüket. Szóval én például azzal találkoztam, hogy azok a barátaim, akiknek nagyon erős a családjuk, a családi összetartásuk, ők nem tudnak olyan nagyon jó barátok lenni, mert nekik a család az első, és ott mindent megkapnak. Nálunk azért családban nincs ilyen típusú összetartás ennyire. Nincs. De akkor neked a barátaid nagyon fontosak, igen, és igen. Ők szoktak kihúzni téged, igen. A bajfok, és mindenhogy láttak már, és így tudom én. Igen. Novák Erik filmre térjünk vissza, mert olyan, mintha az is egy korábbi korszakodra utalna. Ugye pont azt játszottad el, hogy hány ilyen kapcsolatod volt talán a 20-as éveidben, ami így belementél, és zűrös, és soha nincs semmi kimondva, és ugyan van benne vágy, de nincs benne elköteleződés, és nem tudom. Ez egy olyan film volt, amit improvizációkon alapulva vettetek föl. Szereted az ilyen munkákat még? Vagy jobban szereted, hogyha kapsz egy olyan szerepet, mint mondjuk a terápiában, ami meg van írva? Elég, hát az nyilván a terápia az életem egyik legnagyobb állomása volt, és így imádkozom, hogy majd még kaphassok valamihez hasonlót. De a Novák Erik film, amit nyilván szerintem senki nem látott, az a cím, hogy Szeretlek, mint állat, az igazi trash film. A Novák Erik, aki egyébként festő és egy borzasztó izgalmas. A 8 kert biztos ismeritek, az volt talán a legkívesebb. Tehát ő igazából filmrendező ma már. Igen. Ez már a sokadik filmje. És mivel hát nulla pénz, meg semmi, és akkor kitált, hogy rendelt a netről egy ilyen napszemüveget, amiben van kamera, és akkor ez lesz a forgatás. És akkor az volt a forgatás, hogy na, akkor forgatunk, jó, de hogy mi legyen? Hát, hogy akkor ilyen csajomba, tehát kb. Semmit nem beszéltünk meg. És akkor az volt, hogy megjött, és már forgattunk is. Feltett nekem egy kérdést, én válaszoltam, és nagyon élvezetes volt, tehát semmi nem kellett hozzá. Volt olyan, hogy koncert előtt mondtam, most van fél óra, gyere ide, akkor forgattunk egy jelenetet. Nagyon, nagyon érdekes volt, és ebből egy ilyen teljes trash movie lett összevágva, amit viszont akik látták, nagyon élvezték, mert a férfi világról egy egészen erős látlelet, ugye Erik pont ezt próbálta belerakni, hogy,
hogy hát ebben a filmben is kb. Egyszerre van 7 nője. És akkor, hogy ebbe így hogy lavírozik ebbe a teljesen őrületes szituációba. És hogy a nők ehhez hogy viszonyulnak. De tényleg nagyon vicces. Csak kicsit nézhetetlen, mert annyira mozog. Nem nézhetetlen. Mondjuk én képernyőn néztem, úgy abszolút nem. Viszont a kérdés arra irányult, mert ez is mondjuk két véglet, a nagyon profi és nagy költségvetésű és előre megírt, meg ezek a kísérleti projektek, amikben mindig részt vettél. Tehát te úgy képzeled el a pályádat, vagy az életedet, hogy ebben mindig lehet majd lavírozni, és nem kell soha választani, és el lehet menni ilyet is csinálni, meg olyat is. Hát én tehetséges, izgalmas emberekkel bármikor dolgozom nagyon szívesen. Tehát, hogy nem pénzkérdés. És akkor... Tehát, hogy ingyen is elmegyek, hogyha valaki annyira izgat, meg annyira érdekel. És a zenekarod az melyikbe tartozik ma már? Az már egy egyértelműen profi vállalkozás? Nem. Hát abszolút. Azért csináljuk, mert imádjuk csinálni. Szóval ez ugyanúgy egy kísérlet? Hát igen, ugyanúgy. Az új lemez, amit csinálunk, az nagyon-nagyon kísérletezős lesz. Akkor erről tehát, hogy nem akarunk megfelelni semminek, még így erőlködni, hogy tehát most soha nem is lehet, mert tényleg nagyon érdekes ez a mostani ilyen megproducerelt popzene, ami gyakorlatilag az egész világon eluralta a zenei piacot, és ezért minden másféle zene az most már ilyen kuriózumnak számít. És csak ez nyilván, ahol nagy piac van, ott azért a kuriózumnak is van egy nagyon nagy közönsége. Itt egy kicsi ország, kis piac, plusz az is azért eléggé le van butítva, meg azok közül nagyon sokan elmentek, akik pont ennek a dolognak lennének a fogyasztói. Úgyhogy azért van ebbe egy ilyen folyamatos, hogy mi akkor is olyat csinálunk, ami szerintünk jó, és szerintünk érték, és aki jön velünk, jön, aki nem, de nem fogunk lemenni kutyába azért, hogy esetleg bekerüljünk egy rádiós rotációba. Nagyon köszönöm. Ha valakinek még van kérdése, akkor most felteheti. Kedvenc sportászenészed? Fú! Hát ebből nagyon nehezen választok. Most én abszolút ilyen Spotify hallgató lettem, és gyakorlatilag azt se tudom sokszor, hogy mit hallgatok. De mondjuk most mondok egy nagyon kortársat, és olyat, aki ráadásul nagyon-nagyon trend, és mégis zseniális, a Billie Eilish, ez a kis csaj, ez nagyon, tényleg nagyon menő. Hát magyarban nagyon szeretem a Fran Palermót, a Harryt, szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó. Most hirtelen ő jutott eszembe. Köszönjük. Még van egy kérdés? Akkor miben nézzenek? Mert biztos csak ez a szexuális téma maradt meg. Akkor azt még mondjuk el, hogy miben nézzenek meg téged színházban, mi az, ami még megy, és amit szívesen. Hát a Katona kamrában megy, az csodálatos, a Székely Kriszta rendezése, aki most az egyik legizgalmasabb rendező, és Brechtnek a hát egészen szívbe markolóan aktuálisan csodálatos darabja, a Kaukázusi Krétakör, ahova a zenét is mi csináltuk a két zenésztársammal. Ez megy a Kamrába, az Átriumban megy az Öldöklés Istene, ami két házas pár, Polanszkinak volt belőle filmje, lehet, hogy láttátok, nagyon, nagyon vicces, hogy gyerekeik összeverekszenek, és akkor a házas párok ilyen nagyon piszin, ezt így megpróbálják megbeszélni, és brutál vége van, és nagyon szellemes, tényleg nagyon-nagyon vicces. Úgyhogy most ez a kettő van színházban, ami megy. És akkor várjuk a következő lemezt, meg a koncertet. Én is várom. Ja, és akkor november 15-én, vagy hát jövő pénteken az Akváriumban találkozunk, és akkor majd ott majd feltehetitek a kérdéseket. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, Bori, és nektek is köszönjük, hogy itt voltatok, és további jó munkát nektek a mai naphoz. Nem biztosztunk!